Maján már kora este elkezdődött a hagyományos és világhírű halászléfőző fesztivál. Kapcsolunk is a helyszínre, ott van tudósítónk Bence Péter. Szervusz Péter, mi a menetrend? Köszönöm, kedves nézőket! Az biztos, hogy minden rekordot meg fog dönteni az eddigi halászléfőző verseny, ugyanis több mint 20 ezren álltak sorba azért, hogy főzhessenek, de nagyon sok helyi jelentkezett azért, hogy bemutathassa a főző tudományát. Itt is áll mellettem egy helyi csoport. Köszöntöm a kedves nézőket, újra köszöntelek titeket! Hányan vagytok? És mi volt a koncepciótok? Kérem szépen, sokan vagyunk, de nem elegen. Ahogy itt láthatod, egy ilyen 10-12-en, egy tucaton állunk itt a Bajai Halászléfőző Fesztiválon. Ez a fesztivál körülbelül már 10 éve itt a helyi népszopássá vált, akarom mondani, népszokássá vált. Örvendünk titeket! Egyébként 22 éve rendezték meg először a fesztivált. Ez azért fontos kihangsúlyozni, mert hogy az idők során folyamatosan egyre többen jelentkeztek a főzésre, ami egyébként nem egy verseny, ezt nagyon fontos elmondani, hanem inkább egy ilyen barátilag kigondolt, jó hangulatú főzés. Beszélgettünk horvátokkal, szerbekkel, sőt... Egymást érik a fesztiválok egyébként országszerte.